a legsikeresebb nemzeti konzultáció. Meggyújtották az öröm gyertyáját. Karácsonyi ünnepségek városszerte. Kolbásztörtű versenyszerencse. Köszöntöm nézőinket! Önök a Szerencsi Városi Televízió híradóját látják. A soros tervről szóló nemzeti konzultáció minden idők legsikeresebb konzultációja lett, hiszen a részvétel minden eddigi rekordot megdöntött, mondta el Koncz Ferenc polgármester a december 19-én megtartott sajtótájékoztatón. A kérdőívek feldolgozása még most is tart, de a részleges eredmények alapján látszik, hogy a magyarok elsöprő többsége nemet mond a soros tervre. Az emberek egyértelművé tették, nem akarják, hogy Soros és Brüsszel Magyarországból bevándorló országot csináljon, nem akarják, hogy fejünk fölött döntsenek arról, hogy nekünk kikkel kell együtt élnünk. A magas részvételből az is látszik, hogy a soros terv és az erőltetett bevándorlás elutasítása egy nemzeti ügy és pártokon átívelő kérdés. Magam részéről szeretnék köszönetet mondani nyilván a szerencsieknek, a régióban élőknek, a Borsodabúj, az Zemplén megyéknek és természetesen mindenkinek, aki részt vett konzultációban és elmondta véleményt a soros tervről. A magyar emberek ilyen széles támogatása minden másnál nagyobb erőt és felhatalmazást ad a kormánynak, amelynek bizony Brüsszelben csatákat kell vívnia ebben a kérdésben a jövőben. Advent harmadik vasárnapján, december 17-én várták az érdeklődőket a Rákóczi vár belső udvarába. Az örömgyertyáját Balázs Pál református lelkész gyújtotta meg két óvodás gyermek segítségével. A múlt héten vasárnap volt a harmadik adventi gyertyagyújtás a Rákóczi várban. Advent harmadik vasárnapja az örömé, az Úr eljövetelének közelettét, és Szűz Máriát ünnepeljük, aki megszülte a fiút. Az eseményen Balázs Pál református lelkész mondta el ünnepi gondolatait. Elhangzott, hogy ebben az időszakban fontos, hogy tárjuk ki szívünk ajtaját az érkező Jézus Krisztus előtt. Nagy tanítás ez advent időszakában, hogy tárjuk ki az ajtónkat, a szívünknek az ajtaját, az érkező Jézus Krisztus előtt. Aki megszületett, aki itt volt a Földön, aki testet öltött, aki azért jött, hogy életét adja érettünk. Megszületett Jézus Krisztus, visszavárjuk, mi már a második adventi időszakban élünk, amikor visszavárjuk, és fölemelt fővel várjuk őt az égből, a manapon. Amikor eljön ítélni elevenek élőket, holtakat, ugye ismerjük, és tudjuk, és hisszük, és valljuk a hitvallásunkban. A nagy kérdés az, hogy ez a gyermek Jézus felnőtte a szívedben. A beszédet követően két óvodás gyermek segítségével gyújtotta meg a harmadik rózsaszínű gyertyát. Az eseményen műsort adott a Gyárkerti Óvoda Nyuszi csoportja, a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola énekkara, valamint a Nyárutóklub Ne felejts népdalköre. A szervezők forró teát, forralt bort és süteményeket kínáltak a megjelenteknek. Az elmúlt héten városszerte karácsonyi ünnepségeket tartottak. A nyugdíjas klubok és civil szervezetek mellett az Ondi városrész lakói is közös összejövetellel készültek a szeretet ünnepére. A közelgő karácsony alkalmából ünnepségeket rendeztek a szerencsi nyugdíjas klubok, civil szervezetek, valamint az Ondi városrész lakói is. A Nyárutóklub december 15-én tartotta meg karácsonyi összejövetelét. Az eseményen Fincicki Istvánné elnök és Nyitrai Tiborné köszöntötte a klub tagjait, majd műsort adott a Ne felejts népdalkör. Istenem, lobbancs lángot az éjjelen! Megtartotta karácsonyi ünnepségét az esélyteremtő Nonprofit Kft. Hálóközösségi alapellátás is, december 19-én a Rákóczi Vár Színház termében. Az eseményen a gyermekek szavalatait követően a Ne felejts népdalkör szórakoztatta a megjelenteket.
A Városi Nyugdíjas Klub december 19-én tartotta karácsonyi ünnepségét. Az eseményen Koncz Ferenc polgármester, valamint Csider Andor, a Szerencsi Művelődési Központ és könyvtár igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd egy jó hangulatú vacsora mellett beszélhették át az elmúlt év eseményeit a klubtagok. Karácsonyi ünnepséget tartottak Ondon december 20-án. Az eseményt Koncz Ferenc polgármester nyitotta meg, aki hangsúlyozta a család és a szeretet fontosságát. Ezt követően az Ondi óvoda zenés-táncos produkciója, valamint a Bocskai István katolikus gimnázium műsora szórakoztatta a közönséget. Az idősek klubja december 21-én tartott közös ünnepséget. Az eseményen az óvodások műsorát követően Balázs Pál református lelkész köszöntötte a klubtagokat, majd karácsonyi szavalatok hangzottak el. A Bújai János Katolikus Általános Iskolában december 21-én tartottak karácsonyi ünnepséget. Az eseményt Koncz Ferenc beszédje nyitotta meg, aki ezután édességcsomaggal kedveskedett a tanulóknak, majd kezdetét vette az ünnepi műsor. A diákok eljátszották a kis Jézus megszületésének történetét. A rendezvény közös imádsággal zárult. A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában a téli szünetet megelőző utolsó tanítási napon december 22-én tartották meg a karácsonyi ünnepséget. Az eseményen Koncz Ferenc polgármester minden tanulót adventi kalendáriummal lepett meg, majd a diákok adták elő ünnepi műsorukat. A város óvodáiba látogatott el december 15-én délelőtt Koncz Ferenc polgármester. A városvezető cukormentes csokoládét tartalmazó adventi kalendáriummal lepte meg a Szerencsi és Ondi óvodásokat, valamint a bölcsödéseket, ezzel is áldott békés ünnepeket kívánva gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Szerencsváros kórusai adtak hangversenyt december 20-án a Szerencsi Református templomban a közelgő karácsony alkalmából. Az eseményen fellépett a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola és a Bolyai János Katolikus Általános Iskola énekkara, a Szerencsi Férfikar, a Hegyalja Pedagógus Kórus, a Kisboldogasszony Kórus, valamint a Református Gyülekezeti Kórus. A hangverseny teljes egészében megtekinthető a híradó után. A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében első alkalommal rendezték meg az adventi kolbásztöltő versenyt december 16-án szombaton a Rákóczi várban. A megmérettetésre 5 csapat nevezett be. Húsmasszát töltenek a kolbásztöltőbe, majd egy-két tekerés után készülnek is a kis kolbászok. Az első alkalommal megrendezett kolbásztöltő verseny helyszíne egy hatalmas sátorban volt, melyet a Rákóczi vár udvarán állítottak fel a szervezők. A megmérettetésre 5 csapat nevezett a Városgazda, a Pepita Macska étterem, a Cserkészek, a Nyárutóklub és a Városi Nyugdíjas Klub, akik a reggeli órákban láttak hozzá a munkálatokhoz. A Cserkészek csapata igazi cserkész kolbászt készített. De gyakorlatilag, amit a cserkészek készítenek, az minden cserkész kolbász. És hagyománya van nálunk a szerencsieknél, hogy minden évben megrendezzük a Dezső végzete disznőlést, és most volt az idén 2-3 héttel ezelőtt a 8. alkalommal megrendeztük, és most is szívesen neveztünk be ezzel a kolbásztöltő fesztiválra. A Pepita Macska étterem csapata különlegességgel is készült, adventi koszorút készítettek kenyérből és kolbászból. Hogy egy picit emeljük a verseny karácsonyias hangulatát, ezért készítettünk egy adventi koszorút, ami csupa ehető dologból készült, úgyhogy remélem tetszeni fog mindenkinek. A rendezvényen koncertet adott a Ciráda zenekar, fellépett a Hajnali Néptánc együttes is. A Szerencsi Művelődési Központ munkatársai pedig zsíros kenyérrel, forralt borral, teával, kakóval és kalácssal kedveskedtek az érdeklődőknek. A versenyző csapatok megkapták a töltéshez szükséges alapanyagokat, melyeket az 5 főből álló zsűri értékelt. Kitűnő kolbászok születtek ezzel az első Szerencsi Kolbászfesztiválon. A zsűri értékelte először is esztétikát, nézte a töltésnek a minőségét, tehát még arra is odafigyeltünk, hogy a légbuborékokat is megnéztük, és természetesen a harmadik és a legfontosabb szempont az az ízvilág volt. Minden csapat oklevelet és ajándékcsomagot kapott, melyet Koncz Ferenc polgármester adott át. A zsűri véleménye szerint a legízletesebb a Városgazda csapata által készített kolbász lett.
A szervezők ezzel a versennyel szeretnének hagyományt teremteni és jövőre is megrendezni a kolbásztöltő versenyt. Sokan kilátogattak erre az első alkalommal megrendezett eseményre. Bízom benne, hogy a következő esztendőben még többen fognak kilátogatni, és még több jelentkező lesz erre a kolbásztöltő versenyre. A rendezvény zárásaként a klasszik zenekar szórakoztatta a közönséget. Meggyújtották a harmadik adventi gyertyát a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában december 15-én. Pénteken reggel Boros István igazgatóhelyettes először Lukács evangéliumából osztott meg részleteket, majd Koncz Ferenc polgármester két diák segítségével gyújtotta meg a harmadik az örömgyertyáját az adventi koszorún. Gaszperni Tilman Edina igazgató elmondta, ebben az évben lehetőséget kapott az iskola egy alsó tagozatos és egy felső tagozatos csoportja arra, hogy múzeumpedagógiai foglalkozásokon vegyenek részt. A gyermekek munkáiból készített kiállítást Fazekasné Majoros Judit, a Zempléni Múzeum igazgatója nyitotta meg. Elhangzott, hogy a tanulók a múzeum képes levelezőlap gyűjteményével és az Ex Libris gyűjteménnyel ismerkedtek meg. A délelőtt folyamán megemlékeztek az iskola névadójáról is. Bolyai János születésnapjának évfordulója alkalmából játékos, logikai feladatokkal készültek a pedagógusok. Gaszperné Tilman Edina igazgató azt is elmondta, hogy az iskola karácsonyi ajándékai már várnak a gyermekekre, két csocsóasztal, egy jéghokiasztal és több mint 10 társas játékot kaptak az iskolások. A reggel közös imádsággal zárult. Karácsonyi hangversenyt tartottak december 19-én a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola aulájában. Az eseményen Koncz Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a művészeti iskola tanulói karácsonyi dallamokkal örvendeztették meg a közönséget. A hagyományoknak megfelelően a téli szünetet megelőző utolsó tanítási napon, idén december 21-én tartották meg a Bocskai Napot a gimnáziumban. Az eseményen az osztálytermekben büfével és vásárral várták az érdeklődőket, valamint a 11. évfolyam kampányvideói és táncai szórakoztatták a diákokat, valamint az iskola jelképes kulcsát vehette át a győztes osztály. Szerencsre érkezett a Paks 2 elnevezésű interaktív kamion december 18-án. A mozgó kiállításra kilátogattak a város általános és középiskolás tanulói, akik többek között azt is megtudhatták, hogy miért van szükség az új atomerőműre Pakson. A Paks 2 elnevezésű interaktív kamion december 18-án érkezett Szerencsre. A kiállítás 2009 óta járja az országot azzal a céllal, hogy megismertesse a lakossággal az atomenergia fontosságát és annak környezetkímélő felhasználását. Nagy mennyiségben vezetékes áramot használunk. A kiállítást a város iskolásai is meglátogatták, akik nagyon élvezték a gyakorlati bemutatókkal tarkított állatvezetést. Nekem a legjobban ez a bemutatás tetszett, maga a bemutatás, a bicikli kipróbálása, és érdekes volt, hogy megtudhattunk dolgokat az előművekről, amiket még eddig nem tudtunk. A gyerekek interaktív táblákon megismerhették a Paksi atomerőmű 4 blokkját, valamint betekintést nyerhettek a Paks 2 projekt eddigi eredményeibe, és tájékozódhattak annak társadalmi, gazdasági és környezeti hatásairól. A megszerzett információk segítik a környezettudatos szemlélet kialakítását. Azért a 7.-8.-osokkal jöttünk, mert először is a technika órák anyagába jól beilleszthető, illetve itt a roadshow-k folyamán olyan érdekes információkkal ismerkednek meg a gyerekek, amelyek majd a későbbi energiafelhasználásukat úgy gondoljuk, hogy jó irányba, a fenntarthatóság irányába fogja majd elbillenteni, illetve a takarékosságra hívják fel a figyelmet, hiszen jelen pillanatban is láttuk már oda bent, hogy elég nagy energiaimportra szorulunk sajnálatos módon, és úgy gondoljuk, hogy ezzel a roadshow-val nem csak a gyerekek, hanem az iskola is, illetve a későbbiekben az ország teljes lakossága nyerhet. Az interaktív kiállítás eddig országszerte 290 ezer látogatót fogadott, ami közel annyi, mint Komárom-Esztergom lakossága. Várhatóan jövőre is folytatja majd országjáró körútját. Közmeghallgatást tartott Szerencsváros Német Nemzetiségi Önkormányzata december 19-én a Rákóczi Vár lovagtervében. Az eseményen Árvai Attila adott tájékoztatást az elmúlt év eseményeiről.
elhangzott, hogy az önkormányzat elnöki feladatait március óta Árvai József látja el. Árvai Attila elmondta, hogy a német nemzetiségi önkormányzat januárban pályázati segítséggel emléktáblákat avatott a Málenki robotra elhurcolt Szerencsi és Ondi lakosok emlékére. Az emlékév keretében több kiállítás megvalósításában is részt vett az önkormányzat. A jövőbeni tervekre vonatkozóan elhangzott, hogy az önkormányzat tovább szeretné bővíteni az együttműködő partnerek körét, valamint a Szerencsi közösséget kívánják erősíteni továbbra is. Árvai Attila kiemelte, hogy Szerencsváros önkormányzata és a Szerencsváros német nemzetiségi önkormányzatának kapcsolatát továbbra is a partnerség és a szakmaiság jellemzi. A beszámolót követően lakossági kérdések megfogalmazására nyílt lehetőség. Az eseményen műsort adtak a gyárkerti óvodában működő német nemzetiségi csoport óvodásai. Nem változik a hulladékszállítás rendje az ünnepek alatt. A Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy a december 25-i hétfői és a december 26-i keddi, valamint a 2018. január 1-i hétfői ünnepnapokon a hulladékgyűjtési tevékenységet a megszokott módon járat szerint el fogják végezni. A negyedik adventi gyertyagyújtásra várják az érdeklődőket december 23-án 16 órakor a Rákóczi vár udvarára. Ünnepi gondolatokat mond Koncz Ferenc polgármester, és műsort adnak a Szerencsi óvoda és bölcsöde gyermekei, a Külhoni Magyar Nemzeti Színház és a Fecskési Idősek Klubjának kórusa. A szervezők forró teával és apró süteménnyel várják a résztvevőket. Ez volt a Híradó december 22-én. Adásainkat visszanézhetik a szerencsihírek.hu weboldalon és a YouTube-on. Jövő héten a 2017-es év legfontosabb eseményeiből készített tudósításainkat láthatják majd. A Híradót készítő kollégák nevében is áldott, békés ünnepeket kívánok. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!